Május 1-én a Nánási Népdal Nóta és Tánckedverők Egyesülete egy nótamajálés műsorral kedveskedett egyrészt a nézőknek, másrészt pedig lehetőséget adott egyrészt a helyi népdalosoknak, nótásoknak fellépése, illetve környező települések egyesületeinek is a bemutatkozása, fellépése. A nótamajálés azt gondolom, hogy egy régebbi hagyománynak a folytatása, de hogy egészen pontosan hogy jött létre, és mi mindenről tudunk mesélni, erről fogunk most beszélgetni az Egyesület elnökével, Nagyné Bózsár Katalinnal, és az alapítótaggal, Veres Sándorné Ilonkával, Icukával, ahogy mindenki ismeri a városban, hiszen Nánáson egyébként abban megállapodhatunk, hogy nagy hagyománya van a nótaéneklésnek, nagyon sok nótás csoport van, és azt gondolom, hogy érdemes arról beszélni, hogy hogyan működik egyáltalán ez a Nánási Nótás Társaság, elsősorban az NNT-je, ahogy röviden szoktuk használni. Kati, hogy jött ez a gondolat, hogy most egy ilyen nótamajálist valósítsatok meg, mert mint említettem volt, hát azért ennek valamiféle fajta előzményei voltak még jó olyan 15-20 évvel ezelőtt. Így van. Egész pontosan azt tudom mondani, hogy mint minden civil szervezetnek a program kialakítása kapcsán, az ezévi program kialakítása kapcsán beszélgettünk tagjainkkal arról, hogy hogyan is és miképpen képzeljük ezt az évet, hogy ha is amennyiben ugye a pandémia megengedi, milyen lehetőségekkel próbálunk élni. Csoportunk tagjai közül többen azt mondták, hogy ne csak csoportosan, hanem egyénileg is legyen lehetőség a kibontakozásra, megmutatni azt, hogy hiszen mi 2014 óta vagyunk ebben a csoportban, ebben a felállásban, korábban természetesen az előd csoportjainkban, elsősorban a Rékasi Néica csoportjában dolgoztunk nagyon sokan, és ezt a szép hagyományt 14-től kezdve egyesületi formában működtetjük tovább, és tagjaink közül természetesen a sok éves nóta múltra visszatekintve többen úgy gondolták, hogy szívesen megmutatnák azt, ami bennük érlelődött az évek során. Ennek természetesen van olyan módja is, hogy a színháztermet megtöltsük. Ez történt ugye decemberben a Lente Lajos emlékesten, de ugye ott nem mindenki jutott szóhoz, kaphatott lehetőséget a nagyok mellett. Így arra gondoltunk, hogy most tavasszal, ha az járványhelyzet megengedi, akkor szeretnénk nem csak a magunk, hanem a közönség számára és a nóta szerető közönség számára egy olyan lehetőséget biztosítani, mint régen volt, hogy ugye Lente Lajos bácsiék évek, évtizedekig jártak Hajdunánásra, és délidőben bizony szólt a nóta. Tehát ugye ez volt a motiváció, mert azért tényleg a járvány az bizony ezeket a társas összejöveteleket megakasztotta. Icus, ugye te is kezdettől fogva megboldogult pároddal együtt a nánási népdal és nóta hagyományoknak egy alapkövei voltatok szinte, és a mai napig te is tovább viszed. Hogyan látod te most a hajdunánási nótások, nóta csoportoknak a működését? Mert gondolom, hogy mindenki nagyon lelkesedéssel, nagy-nagy ambícióval fog egy-egy ilyen fellépéshez, nagyon sok ilyen, főként az utóbbi, nem most a pandémia idején, de előtte azért nagyon-nagyon sok ilyen nótaest volt Nánáson. Igen, a nótaestek azok nagyon szépek voltak, ameddig lehetett rendezni, és igazán volt érdeklődés. Aztán egy időben, most nem tudni, hogy a pandémiának köszönhetően, vagy az, hogy több szervezet is alakult a nóta éneklésére, és nem csak egy nagy, ahogy annak idején elképzelték az alapítók, Sanyi, Veres Sanyi, Nagy Sanyi, Kata, én, még akkor Balogh Sanyi, Rékasiné, Icus, hogy akkor egy nagy lesz, és akkor 2008-2009-ben akkor itthon is voltunk, Hajdúböszörménybe jártunk át, akkor ismerkedtünk meg Sarkadi tanárúrral. Aztán hogy itthon lehetett, és 13-ban megalapítottuk, és 14-ben már megjegyzett egyesület volt az NNT-je. Ez egy nagyon nagy öröm. Én nagyon boldog vagyok, hogy Sanyival énekelhettem
ameddig, aztán mai napig is, ha már nem is azokkal a tagokkal, de énekelhetek a nótás csoportban, hogy a többiekben hogy működnek a nóta éneklésben, ugye azt minden egyesület magának tudja. Én csak azt tudom, hogy a Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület éneklő csoportja, aki valóban nem nóta éneklésre szerveződött, hanem hagyományápolásra és népdalok átadására, ott is kicsit megfertőzöttünk azzal, hogy ó, egy kis nótát, egy kis népdalt énekeljünk már a Timári Balázs elnökünk által. Hát a hagyományőrzőket nem kellett megfertőzni, mert ott Veres Sanyi, ahogy újra alakultunk 2007-ben, akkor ő azt mondta, hogy megyünk nótás versenyekre, népdal versenyekre is, csináljuk is. A mostani ott lévő pár ember, aki úgy érzi, hogy szeretne népdalnótát énekelni, megteheti, nem az egész egyesület, csak aki úgy érzi, hogy magában van annyi kis ambíciója. Úgyhogy szeretjük. De azért azt gondolom, hogy az egy nagyon jó érzés, hogy ugye annak idején ti indítottátok el, tehát előtte nem nagyon volt ilyen nótás kultusz, legalábbis azokban a 80-as, 90-es években, hát jó, ugye a 40-es években természetesen volt, de azért az nagyon hosszú idő telt el, hogy újra élet és indult ez a népdal és nóta éneklés csoportosan. Most térjünk vissza a május 1-ére a nóta majánlésra. Kiket hívtatok meg, kik fogadták el a meghívást? Mondjuk az időpont nem volt túlságosan szerencsés, mert ugye, hogy május 1 és egybeesett az anyák napjával. Hát a véletlenszerűsége adta igazából a mottóját ennek a rendezvénynek, hiszen ugye régen, május 1-én a fiúk szerenádot adtak a lányoknak. Igaz az is, hogy ugye május 1. vasárnapján pedig az édesanyákat köszöntötték. Nos, a fellépő csoportok is kihasználták ezeket a lehetőségeket. Volt, amelyik csoport szinte csak szerenádot adott nekünk, volt, amelyik csoport édesanyákkal kapcsolatos dalokkal szórakoztatott bennünket, és volt, amelyik csoport egészen csipkelődős játékos nótákkal kedveskedett nekünk. Akik a fellépők voltak, ugye a hajdunánási csoportok, most már azt mondhatom, hogy vagyunk négy csoport, négy nóta és népdaléneklési csoport van, mondjuk el az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület tagjai, aztán a Bokréta, Hajdú Bokréta csoport tagjai, aztán a Lente Lajos Magyar Nóta Egyesület, és természetesen a május 1-én házigazdaként működő Nánási Népdal, Nóta és Tánckedvelők Egyesülete lépett fel. Ezen kívül, a háziakon kívül voltak meghívott csoportjaink, ahová mondhatom azt, hogy évek óta járunk hozzájuk is, ismerjük egymást. Az egyik ezek közül a Hajdúszoboszlói Vörös Sári Nóta Egyesület volt, a Szabó Eszter és Drágán Lajos nagyhírű nótaénekesek vezetésével. Aztán a Akácos út nótaklubot mindenki ismeri, azt hiszem Hajdúdorogról, a szép, nagyhangú, szép torkú énekes fiúk nagy sikert arattak most is. Valamint a Újszentmargitai csoportot hívtuk még, akik nagy lelkesedéssel és nagy készüléssel és örömmel jöttek el hozzánk erre a megmérettetésre, ami igazából nem verseny volt, egy bemutató volt, de szerintem mindenki talált magának olyan dalt, olyan érzést, amely megérintette, és jól érezte magát itt. Említetted a jó torkú férfi énekeseket, és akkor, ahogy én el szoktam nézni ezeket a nóta csoportokat, éneklő csoportokat, nagyon soknál vagy egyáltalán nincs férfi énekes, vagy nagyon kevés. Hogy vagytok ti ezzel? Mi lenne az az ideális, ahol a férfi és a női hangok jó arányban keverednének? Hát az ideális az a fele-fele lenne igazán, de ha egyharmada a fiúk és kétharmada a lányok, már akkor is színesítik, már akkor is van egy bizonyos férfi hangzás. De hát az egész a férfi csoporttól, ugye amióta ismerjük őket, én le vagyok nyugözve az ő hangjukon, mert hogy egy olyan csodálatos alaphangjuk van, de ez egy adottság, és ők ezzel élnek is, és nagyon jó volt a Katika műsor szerkesztése, hogy a végére tette őket, előre pedig az Ezüstkor Egyesület csoportját, hogy a szerenád
a két csoport a szerenádot át fogja ölelni. És tényleg így volt, hogy kezdte a ezüstkor férfi tagjai a szerenádnótákkal, és a végén zárta a Akácos út nóta klub vagy egyesület, és én akkor éreztem igazán át, amit gyermekkoromban és nagylánykoromban hallottam nótákat. Mind visszatért. Gyönyörű volt. Én nagyon örülök, és a Hajdubok Réta is köszönetét fejezi ki ezúton is. Nagyon boldogok voltak, hogy nem csak decemberben jöhettek a közös éneklésre, hanem most a majálisra is. Igaz, hogy megfogyatkozva, mert nálunk több beteg volt. És más elfoglaltság az anyák napja miatt, de az a kevés létszám nagy lelkesedéssel készült és jött. Én a férfi hangukat a csoporton belüli éneklésben úgy érzem, mint ahogy egy zenekarban mondjuk a nagybőgő vagy a brács megszólal, hogy gyönyörű testet meleg, tudnak adni annak az éneklésnek, amit egyébként hallhatunk. Sajnálatos esemény, ugye, hogy a demográfiai hullámban is tapasztalható, hogy ugye kevesebb férfi éli meg a 70-80 éves kort, mert hiszen van olyan tagunk, aki 80. esztendejét tölti, és még mindig ott van velünk a színpadon. És ugye 40 éves korban még nem igazán szólíthatók meg ebben a réteg műfajban a férfiak, meg még igazából a nők sem nagyon. Tehát ehhez meg kell érni egy bizonyos kort, egy bizonyos élet helyzeteket, hogy ezek a nóták igazán üljenek, és ezeket a nótákat, vagy ezeket az érzéseket szívesen adja ki magából az ember. Meg azt gondolom, hogy valamiféle fajta családi kötődésnek is kell lenni hozzá. Tehát ha otthon nem hallott, tehát mondjuk gyerekkorában, akkor nagyon nehéz. Tehát, hogyha ez így teljesen kimaradt az életéből, akkor tényleg csak egy ilyen valami katartikus élmény után nyúlhat esetleg ahhoz, hogy na, ő akkor most nótát fog énekelni. Itt főleg ugye a nótákon van a hangsúly, hiszen azért volt egy időszak, amikor a magyar nótát a gics kategóriába sorolták, és aztán most már hungarikum, tehát azt gondolom, hogy azért nagy utat járt be a magyar nóta. Említettétek, hogy beszéltünk itt egy férfi hang, női hang, a műsor összeállítás, és akkor azt gondolom, hogy annak is nagyon nagy szerepe van egy-egy ilyen programnál, hogy hogyan épül fel egy-egy csoportnak a repertoárja, hogyan indultok el, ki az, aki ezeket összerakja, mint zajlik ez? A csoportunkban a nótaválasztások úgy indulnak, hogy igazából van egy nagy előnyünk az átlag csoportokhoz képest, mert mi a fennállásunk alatt két olyan zenei alapot sikerült létrehoznunk, felmuzsikáltatnunk, amelyekből ma is élünk. Hiszen a Miskolci Balogh Zoltán és zenekara játszott fel nekünk, azt hiszem, hogy 60 nótát, népdalt. Utána pedig Tordai Zoltán és zenekara játszott fel nekünk további 40-50 nótát, és igazából ezeknek a megtanulásával, ezeknek az egymás mellé állításával készülünk egy-egy ilyen programra. Nagyon nagy segítségünkre van a debreceni dalénekes nótaszerző Sarkadi László, aki a kezdetektől segíti a munkánkat, és igazából azt az ízt, azt a harmóniát, amelyet egy nóta éneklés megkíván, bármilyen egyszerű is azt gondoljuk, hogy nótát énekelni, teljesen másként kell egy nótához hozzáfogni, illetve előadni, mint ahogyan azt egy népdalnál tesszük. Népdalnál lehet a kántálásszerű, szinte erős és halk hangokat egymás mellé helyezni, míg a nótában egy előadó stílust igényel meg ennek a műfajnak az előadása, leginkább természetesen, ahogy a hungarikumként is emlegetjük, hogy élő zenekari kíséretben, vagy kísérettel. Ezt az élő zenekari kíséretet nagyon ritkán tudjuk igénybe venni, hiszen ennek komoly anyagi háttér anyagának kell lenni, de egy ilyen civil szervezet, egy kisebb civil szervezet nem nagyon tud ezekkel a lehetőségekkel élni. Éppen ezért van nekünk ez a zenei anyagunk, hogy egy megfelelő technikus segítségével ezeket a nótákat a próbákon kigyakoroljuk, és akkor nincs
az élő zenekart tudjuk mellőzni, bármennyire is az lenne az ideális, de tudjuk mellőzni, és akkor egy-egy 20-25 perces programot színpadra vinni. Amikor esetleg mégis adódik lehetőségetek, és azt hiszem, a Lente Lajos emlékest pontosan egy ilyen volt, mennyire nehezebb mondjuk a zenekarral együtt, tehát élő zenével zenekarral együtt dolgozni, mert ugye ezt mondtad, hogy a zenei alapot ott bármikor újra lehet indítani, és addig próbáljátok, amíg tökéletes nem lesz. Itt viszont nem tudom, hogy mennyi idő van például próbára, tehát azért ott nagyon-nagyon topon kell lenni, hogy a primás és tehát teljesen minden együtt legyen. Én azt tudom mondani, hogy jó zenekarral sokkal könnyebb énekelni, mint zenei alappal. Na, ez érdekes. Éppen azért, mert a csoport, ha megtanulja azt a nótát vagy népdalt, akkor a zenekar tudja kísérni, mert hiszen egy leheletnyivel a zenekar mindig utána jár az énekesnek. Ha viszont az alappal énekelünk, akkor az alapnál hajszál pontosan tudnia kell az énekesnek, hogy mikor lassít a felvételen a zenekar, mikor van pörgetés és hányszor van, tehát nagyon-nagyon meg kell tanulni azokat a nüansznyi kis finomításokat, amelyeket igényel maga a felvétel. Itt viszont a zenekar tud utánunk jönni. Na most itt viszont arra kell vigyázni, hogy mennél nagyobb a csoport, annál többször kell kigyakorolni úgy, hogy egységesen menjen, hiszen nagyon sok nótát ismerünk ilyen-olyan szövegekkel, és annak a pontos szövege, a pontos dallama, mert sok esetben dallambeli eltérések is vannak, hogy ezek úgy menjenek. És éppen ezért volt, csak példának okán mondom, hogy a Lente Lajos emlékestre úgy készültünk, hogy megbeszéltük minden csoporttal, hogy melyek azok a nóták, amelyeket megtanulunk. Mindenki megtanulta a saját csoportjában, és utána csináltunk két főpróbát, mondanánk a kórus szerint, hogy összkari éneklést, amikor ezeket átismételtük, hogy akkor, amikor a zenekar jön, akkor semmiféle probléma ne legyen, és egységesen tudjuk előadni. Tehát az így zajlott, de egyébként tehát még visszatérve az élő, tehát a zenekarra, és általában ugye azt mondjuk, hogy egy cigány zenekar, tehát ez mindenféleképpen egy szükséglet. Én azért azt gondolom, hogy ott a primásnak, tehát azért nekik, tehát hogy igazán jó zenekar, az rögtön tud váltani a másodperc töredéke alatt, hogyha valaki egy picit megcsúszik, vagy elcsúszik, például szóló éneklésnél. Igen, ez egy csodálatos dolog. Akkor látja először a primást, fogalma nincs, hogy ki ő, de olyan alázattal ereszkedik le a primás az egyszerű emberekhez, én most csak a mi csoportunkról beszélek, a Hajdubokrétához. Megérkeztünk, mondja Kata, hogy ne gyertek, akkor most már tessék próbálni, van ennyi perc, és lapoz nyugodtan a primás, mindjárt ott volt, hogy Hajdubokréta. Ugye előre elküldte, egyeztettek, le volt kottázva az a négy kis dalocska, amit a csoport énekelt, és annak a három szólistának is a dala ott volt, készült belőlünk. Nem volt nehéz dolgunk, mert csak azt mondta, hogy igen, ez jó volt behangnemelve, köszönöm, ez így mehet. Ez is mehet, az is mehet. A három szólóval semmi probléma nem volt. Mi esetünkben ott volt a csoportnál egy dal, amikor egyszerre mondta Sarkadi tanár úr, meg a primás Berki László, hogy ebben a hangnemben én ezt nem énekelném, mert ebben is el fog menni, és sokkal szebben hangzik. Az a pár ember, aki egyáltalán nem kottaértőről beszélünk, fül és hallás után azt mondták, hogy jó, ha tetszik játszani, úgy fogjuk énekelni. Egy verszakot eljátszott, és szépen mentünk utána, és annyira jól érezték magukat, hogy azt mondták, hogy sokkal jobb volt, mint decemberben, már nem voltunk stresszesek, mert annyira kedves volt a primás, és segített nekünk. Úgyhogy ehhez egy alázat kell a csoport és a primás részéről, és itt megvolt teljes mértékben.
Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Ez már, nagyon lényeges. Tehát ha már a szakmánál tartunk, szóval azért bármennyire is amatőr együttesekről van, vagy egy csoportokról van szó, azért a szakmai munka nem nélkülözhető, hogy itt már azért nagyjából Sarkadi tanár úr neve is fölmerült, de ki az, aki folyamatosan tud nektek segíteni, hiszen azért ez nagyon szükséges a próbák folyamán. Jó, hogy van zenei alap, de azért kell valaki, aki úgy mond, mint a karmester, szépen eligazítja a társaságot. Hát igazából, ha műsorra készülünk, akkor természetesen elsősorban a tanár úr segítségét veszük igénybe, de a tanár úr, amikor nem ér rá, vagy olyan dal tanulunk, amelynek főleg a szövegezésének a megtanulására, vagy az ütemtartásra kell figyelni, akkor én is meg szoktam tartani a próbákat, és akkor merik a tagok megkérdezni, merünk kibeszélni egy-egy dalt, hogy hogyan is kellene lassú lépésben, vagy gyorsabban, vagy figyeljetek oda, mert most az alapnak van olyan problematikája, hogy nagyon oda kell figyelni. És akkor ezekre a nüansznyi dolgokra még sokszor mutogatok is, ha odafigyelünk, akkor egy sikeres előadásnak lehetünk részesei, és ezt szerintem mindenki akarja és szereti. Mert hogy egyébként tehát ez egy olyan belső dolog, ami hajt és újabb és újabb teljesítményekre készteti a csoportokat, főleg ugye van jó visszajelzés. Ugye itt most ez a nóta maján is, de azért volt közönség, tehát jöttek, mentek, ugye tehát ez egy ilyen szabad téri program volt. Én szerintem, akik ott voltak, jól érezték magukat. Hogyan láttátok ti a színpadról? Szerintem éppen a kötetlenségében volt meg az íze ennek a közös éneklésnek, hiszen a bevezetőmben említettem is, hogy igazából ezt a járványhelyzet okozta letargiánkat, egy picit felélesztjük a közösség iránti igényünket, a nótázás iránti igényünket, hiszen az éneklés az maga egy örömforrás, és hogyha ezt szívesen tesszük, akkor másra is átragad, esetleg az ismertebb nótákat tudjuk énekelni, láttuk az édesanyás nótáknál, hogy néhányan törölgették a szemüket, tehát ez is benne van. Így van. Na most, amikor felléptek, és ma már azért ott tartunk, hogy a nótás csoportok adnak a külsőségekre is, tehát a megjelenésre, az egységességre, a színpadon való megjelenésre, hiszen ez is nagyon fontos, tehát azt is meg kell tanulni, hogy egy színpadon hogyan mozgunk. Tehát ez is egy fontos dolog. De én úgy látom, hogy például nektek most a fellépő ruhátok az egy nagyon szép és egy ilyen magyaros jellegű patyolatingvál, fehér hímzett kötény, hosszú kötény. Úgyhogy gyönyörű. Hogy szereztétek ezt, hogy csináltátok, merre jártatok, milyen minta szolgált alapul? Évekig úgy szerepeltünk, hogy mindenkinek volt egy klasszikus fekete szoknyája, illetve a fiúknak nadrágja. Volt egy fehér blúza, és akkor csináltattunk egy olyan mellényt, amin volt egy kis díszítés, tehát ebben szerepeltünk. Utána az igényünk azért megvolt rá, mert láttunk tőlünk sokkal mívesebb ruhákban fellépőket, és azt gondoltuk, hogy talán mi is elérünk oda, és apró lépésekkel mentünk mindig abba az irányba. Például elmentünk a Déri Múzeumba, ahol fényképeket készíthettünk a pincében azokról a ruhákról, amelyek a 20-as, 30-as éveket szimbolizálják, hiszen a nóta világa az nagy részt ugye a polgári társadalom 20-as, 30-as évekhez köthető, és akkor egy-két kis segítséget kaptunk hozzá, valamint a fényképeket, és akkor elmentünk a népi iparművész Szejc Áginkhoz, aki Hajdunánáson él és dolgozik, és nagyon sok, nagyon szép ruhát készített már a néptáncosoknak, egyéni énekeseknek egyaránt, és az ő segítségével alakult aztán ki ez a forma, ez a színharmónia, amelyben most anyagi segítséggel természetesen, hiszen pályáztunk a kosztümünkre, hogy a korhű ruhánk az egységesen meglegyen, és most már azt hiszem, hogy harmadik éve van meg ez a szép fellépő ruhánk, amelyben nagyon jól érezzük magunkat, és nagyon
kihúzzuk magunkat, amikor arra lehetőség van, hogy a dalainkat úgy adhatjuk elő, hogy nem csak a hangban, hanem a színpadi megjelenésben is ki tudjuk ezt egészíteni. Mert hogy ez is nagyon fontos. A fiúknak a fellépő ruhája hasonló módon készült. Természetesen a fiúknak is van mellényük, külön inget varrattunk nekik, illetve a fekete nadrág, ami ezt kiegészíti, igen. Tehát, igen. Hogy ők igen. Is így igen. Kompletten. Igen, de igazából én azt gondolom, hogy az elmúlt időszak alkalmat adott arra, hogy ha nem is rendezvényeken léptünk fel, de azért valamennyi csoport meg tudta valósítani az álmát e tekintetben, hogy a színpadra állása mindenkinek egy formaruhát jelent. Hiszen itt, akik most május 1-én felléptek, valamennyien egységes öltözékben jelentek igen, meg, és ez gyönyörű volt. Nagyon gyönyörű, de azt gondolom, hogy ma már el is várás egy ilyen. Tehát főleg, akik ugye népdal és nótában utaznak, tehát azért ezek a, úgymond én díszmagyarnak nevezem, mert hogy végül is ezek ilyen, nem, úgy nem eredeti, hogy tehát ezek a főúri viseletekhez igen, köthető igen. Fazonok, minták vannak benne, de minden esetre nagyon gyönyörű, és én azt gondolom, hogy ebben jó is lenni, nem? Tehát egy jó érzés, hogy magatokra venni egy picit, nem? Vagy hölgyek, hogyan érzik magukat ebben? A mi hagyományozott csoportunk nagyon jó érzéssel veszi fel a ruházatot. Ugye nálunk is harmadik éve készült ez a hajdúsági viselet, úgymond, igen. És ebbe Kovácsné Marika segített bennünket. Pontosan. Ugyanígy Déri Múzeum, gyűjtés, hogy készült a Citer Együttesnek, nézzük meg, hogy egy éneklő csoportnak hogy. Nektek nem kell kötény, nektek csak a kosztüm van. Hát a fiúk pedig a Kossuth kalapot a selyemszalaggal és a csizmanadrágcsizma elmaradhatatlan. És már nem kell mondani, hanem mondják, hogy ugye a hagyományos öltözékbe jövünk, mert mi nem vagyunk ám nóta énekesek. Ezt úgy hozzáteszik, hogy mi csak egyszerű parasztemberi népi énekesek vagyunk, és amennyire sikerül, és bizony abban, hogy népi énekesek, vagy el tudjunk egy nótát énekelni, nagyon nagy segítségünkre. Volt éveken át a Varga Miklós karnagy, aki téglásról járt, és jött hamarabb, hogy tudjon kicsit velünk foglalkozni. Aztán Tímári Balázs lett az állandó a Citer Együttes mellett, hogy na hang nem eljük csak be, és halljuk csak, hogy annak idején, nagyanyáink idejében hogy volt, jó lesz ez így, próbáljátok meg türelemmel. Úgyhogy visszatérve a viseletre, bármelyik van rajtunk, akár a kékfestő, a kékszínű, illetve a bordó, nagy örömmel viseljük és hordjuk. Mert hogy tényleg nagyon jó. Mire készültök? Mert gondolom most akkor, hát úgy tűnik, hogy kinyílt a világ. Tehát most úgy nem kell tartani, legalábbis őszig biztos, hogy nem. Vannak tervek, említetted, hogy próbáltok azért valamilyen félefajta éves munkatervet összerakni. Mire készültök most ezután, a nótomajális után? Én azt gondolom, hogy helyi szinten a legnagyobb rendezvényre készülünk mi is, mint ahogy a bokrétások, hiszen az ő házi rendezvényük lesz a következő nagy ilyen nagy tömeget megmozgató rendezvény, az Aratónap, amely most július 9-én kerül megrendezésre, úgyhogy a következő helyi fellépésünk akkor lesz. És a távlatokban pedig tavaly nagyon nagy örömmel vettünk részt, akkor éppen még meg lehetett rendezni Verpeléten a bor és nóta napot. Nagyon nagy szenzáció volt, nagyon jól éreztük magunkat, a visszhang is nagyon jó volt, mert abban a körben még mi nem énekeltünk, és különlegességet jelentettünk, hogyha ezt így lehet megfogalmaznom, mind a színvonallal, mind a kiállásunkkal, ezzel a szép ruhánkkal, tehát mindenféleképpen valami fény voltunk azon a rendezvényen, de ezt mi magunk is így éreztük. Úgyhogy most a tangjaink nagyon készülnek, hogy bizonyára megint a pandémia megengedi, hogy Verpelétre elmenjünk, mert nagyon jól éreztük magunkat. Úgyhogy a távlatokban pedig
folyamatosan dolgozunk, és akkor a lehetőségek függvényében szívesen teszünk eleget a közeli településeken. De Sarkadi tanár úr évente meg szokta rendezni a jótékonysági rendezvényt a leukémiás gyermekekért alapítványnak a támogatására, amelyen évek óta mondhatom azt, hogy részt veszünk. Aztán vendégszerepeltünk már Erdélyben, a testvértelepüléseinken, Érmihályfalván, illetve a vajasdi meghívásnak is tettünk már eleget, úgyhogy meglátjuk. Úgyhogy van program. Bizakodóak vagyunk, így van, és a nótás kedvünk az megvan, tehát készülünk, és majd látjuk a többit. Így van, a Jóisten segítségével gondolom, akkor minden fog ugyanúgy tovább folyni, mint a régen, de mondjuk bízunk jó két évvel ezelőtt, bízunk benne. További jó munkát, sikeres fellépéseket. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethetünk egy nagyon röviden erről, de azt gondolom, hogy ez a hajdonánási nótás népdaléneklő társadalom, mert már úgy hívom, hogy társaság, társadalom, igen, megérdemli a figyelmet, hiszen nagy kitartás kell ahhoz, hogy hetente, nem tudom, hogy hányszor van próbátok, de rendszeresen eljárni, fellépésekre elmenni, úgyhogy tisztelet és elismerés mindenkinek. Köszönöm a beszélgetést nektek. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk.